Kelep Anni és Farkaséka következik. Munkánk témájához az 1965-ös árvíztörténetét választottuk. A választásban közrejátszott az is, hogy idén tavasszal szintén volt alkalmunk a Duna hatalmas víztömegének félelmetes erejével szembenézni. Szerencsére most nem történt katasztrófa. Nem úgy 1965-ben. Ez az év emlékezetes maradt nem csak a mi falunk, Dunamocs, de az egész Csallóköz számára. Védőgátak részben léteztek, ugyanis már az 1800-as évektől a lakosság rendszeresen erősítette a gátakat. A 19. században többször is pusztított árvíz, és súlyos károk arra késztették a lakosságot, hogy az árvízvédelemről gondoskodjanak. Az 1950-es években pedig megindult a gátépítés a szomszédos Karva felől, de Mocs határánál véget is ért. Idősebbek szerint azért, mert a gátépítés terhét a falunak kellett volna viselnie. Ebben az évben sok minden szokatlan volt. Hűvös tavasz, hirtelen felmelegedés. Az Alpokból lezúduló hatalmas víztömeg felduzzasztotta a folyókat. A vízállás emelkedése március közepétől folytatódott. Pár nap alatt 3 métert emelkedett a vízszint, majd június 17-én elérte a 801 cm. Májusban megkezdődött a beszivárgás. Körülbelül 90 hektár földet és 50 ezer szőlőtőkét árasztott el a víz. A védőgátak építése tovább folyt. Ekkor már 20 napja, éjjel-nappal 50-60 ember dolgozott a gáton. Június 11-én a 300 helybéli védőrség létszámát a környező falvakból érkezők növelték. A szövetkezet teljes gépparkja is a védekezés szolgálta. Megszakítás nélkül volt a nyúlgátak építése. Közben szinte szüntelenül esett az eső. Dunamocson június 14-én 61 helyen kezdett beszivárogni a víz. A hatalmas víztömeg eláztatta a töltést és elnyomta útjából. A gátrendszert is áttörte, hatalmas robajjal tört előre. A Duna gátat szakított Dunamocsnál, Patnál és Csicsó felett. A 3 gátszakadáson keresztül ömlött a víz, és pár nap alatt elárasztotta a komáromi járás 27 települését. Házak, gazdasági épületek dőltek romba, tönkrementek az utak, megrongálódott a vasút, a mezőgazdasági területek nagy része víz alá került. Ugyanezen a napon megérkeztek a faluba a katonai teherautók és a mérnökök. Rémületet úrra az embereken. A hangszóró időnként felharsant. Az elterült területen lakók hagyják el házaikat, akik ingóságaikat menteni akarják, igényeljenek gépkocsit és katonákat. Hangzott a hangszóróból. Az emberek sietve, kapkodva igyekeztek biztonságosabb helyre juttatni holmiukat. Az árterületen lakókat kitelepítették házaikból, biztonságosabb házakba, templomba és a szomszédos falok is átmeneti otthont adtak. Az Árvízvédelmi Bizottság vette át a mentési munkálatok irányítását. A vízbetörés estéjén voltak, akik az utolsó percig a házukban maradtak. Az is előfordult, hogy csupán csak annyi idejük maradt, hogy felfussanak a padlásra. Segélykiáltásukra, csónakosok siettek mentésükre. Másnap reggel döbbenetes látvány nyújtott a falu vízzel elöntött része. Orajló csapanások hallatszottak, majd a nyomukban felszálló porfellegek jelezték, mikor kinek a háza omlott össze. Teljes volt a kétségbeesés. Csupán a téglából épült házak maradtak meg.
A bályokból építettek, egymás után omlottak össze. Július közepére a falut elöntő vízszintje magasabb lett a Duna vízszintjénél. Így a víz kezdett visszafolyni, nagy tavak keletkeztek a mélyebb területeken. A két hetes szivattyúzás után ott maradt utánuk a bűzös sártenger. Vegyi alakulatok érkeztek fertőtlenni a talajt és a kutakat. A falu vezetése gondoskodott a gyermekek biztonságba helyezéséről. Körülbelül 170 iskoláskorú gyermek, köztük Réka nagypapája is, került például Znojmóra, néhány helyi tanítóval együtt. 105 ház omlott össze, 107 súlyosan megrongálódott. A kertek helyén iszaptenger maradt. Legfájóbb mégis az volt, hogy évtizedek keserves munkája pillanatok alatt vált romhalmazzá. Emberéletben azonban nem esett kár. Országos gyűjtés indult a károsultak megsegítésére. Az állam nagy mennyiségű építőanyagot irányított a károsult falvakba. Novemberben 4 házat fejeztek be, decemberben pedig 31-et. A községi károk is elég nagyok voltak. Megrongálódtak az utak, a járdák, víz volt a kultúrházban és az iskolában is. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy új, korszerű gátrendszer építése nélkül a falu nem védhető meg. Megkezdődött tehát a Karvátor-Radvány határáig tartó, körülbelül 5 km hosszú gátrendszer építése. Az idei év ugyancsak az áradás éve volt. A Duna hatalmas károkat okozott Németországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon. Több száz éves rekordok dőltek meg, majdnem 9 méteren tetőzött a Duna. Mocs és Karva között, kilépett medréből, a sétánynál nem egész 1 méter látszott ki a töltésből, de a falut megvédte a gát. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen, hát ez nagyon látszott az erőre, úgyhogy én azt gondolom, hogy így együtt látva tudjátok értékelni. Nekem ez tetszett. Nekem ez azt a hozzáállást sugallta a korban, ahol ki tartotok. Hát, hogy ezt így kell adni a lányoknak, hogy ezt megfogalmaztátok. A fotókhoz én külön gratulálok, nem tudom, hogy kinek a munkája, hát így gyűjtöttétek össze, megkérdezem, hogy így gyűjtöttétek össze, vagy ez majd egy kézgyűjtemény volt? Direkt van egy kiskönyvben is benne voltak, és a múzeumot kaptuk a képeket. Érdemes lenni. Ugye 1965-ről beszélünk, amikor azért a fényképezés már nem volt egy elérhetetlen dolog, még ilyen kritikus helyzetben sem. Nekem az volt benne jó, hogy tényleg végig képeket látunk, és amellé ment gyakorlatilag egy ilyen narrált szöveg, és azzal, hogy ezt az egészet így megpróbáltatok arnyalni, meg még érdekesebbé tenni. Amikor ilyen nagy lehetőségek vannak, hogy ennyire végig van dokumentálva egy Arvíznak a története gyakorlatilag a újraépítéstől kezdve mindenig, akkor ezt használni kell, úgyhogy szerintem teljesen jó volt, hogy beépítettétek. Nekem nem hiányzott mostanában a kitekintés sem nagyon, mert mondom korotoknál fogva, ez így nekem egyben egy csomag volt, kompakt volt, szép volt, jó volt, gratulálok. Köszönjük szépen. Én annak örülök, hogy nem maradtatok érzelemmentesek, ugye az előző előadóhoz képest ez egy kicsit pozitívum, hogy nyilván egy ilyen eseményről nem lehet érzelemmentesen beszélni, ezt még fokozhatta volna az, hogyha tényleg néhány mondatban, akiket ott említettetek, nagypapát, vagy nem tudom kit, az ő szavait tudtátok volna behozni, hogy ő hogy emlékszik, nyilván egy sokkal expresszívebb, egy sokkal érzelemdúsabb, vagy ilyen jellegzetesebb megfogalmazás lehetett volna. Két labda megint leütetlen maradt, vagy magyarázatlan, az egyik az, hogy nagy volt az olvadás az Alpokban, ezért Dunamocson ellentett minket a víz. Ezt úgy mondtuk, mintha ezt mindenki tehát hogy ezt úgy tudjuk, nem? Hogy
Dunamocson azért van a harvíz, mert egyébként az Alpokban van a hó. Tehát nyilván azért itt ezt el kellett volna mondani, hogy hogy függ ez össze vízgyűjtő terület, néhány ilyen fogalmat illik ilyenkor elmondani, főleg, hogyha a többi, tehát a hallgatósalban ülő kis nagyrészt diákok. A másik pedig ugyanígy használtuk a nyúlgalt kifejezést, mint hogyha legalábbis mindannyian alvízvédelmi szakemberek lennénk, tudjuk, hogy mi az. Tehát ezeket ilyenkor illik egy lábjegyzetbe, tudjátok mi az a nyúlgalt, amikor így meg így csinálok, én sem pontosan tudom, nyilván elmondhattátok volna, ha kiderítettéket volna. De ezek csak ilyen margó lapszérjegyzetek, egyébként nagyon kerek volt az egész, ezek csak ilyen apróságok. De nagyon fontos apróságok, úgyhogy köszönöm szépen, és megint csak nektek mondom, tudjátok, van egy ilyen magyar közmondás, hogy fiamnak mondom, menjen, értsen belőle. Tehát nektek mondom, de ez mindig mindenkinek szól, hogy nem szabad addig tovább menni, amíg minden fogalmat meg nem magyaráztok. Elhangzott itt ma például az, hogy hoz teszek faluja. Kedvem lett volna megkérdezni, de nagy csúszásban vagyunk, úgyhogy ezért nem fogok hosszan beszélni. Megkérdezni, hogy mi az? Itt Norbert meg is kérdezte az egyik szóra, hogy mit jelent, nagyon derekasan bevallotta az előadó, hogy nem tudja. Nem szabad tovább menni. Itt 150 ember előtt, most 80, de mikor mennyi ember előtt kiálltok, mindig felmerülhet egy kérdés, hogy azt magyarázd meg, azt a szakkifejezést. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Emellett nagyon le a kalappal, először vagytok itt, ugye? Ha jól tudom? Nem? Mivel voltatok előzőleg? Én már harmadik alkalommal. No! Mi volt az előző? Mert azt tudom, hogy Dunamocs, ott a tanulmúzeum az... Tanulmúzeum. Igen. Az előtt pedig... Mocsolyákról. Aha. Mert az most is egy nagyon dicséretre méltó, hogy a tanulmúzeum anyagát használjátok, és éljetek is vele, hogy ott van egy ragyogó tanulmúzeum. Minden tekintetbe be kell mutatni. Köszönöm szépen!